Vendégem, mint mondtam, dr. Rékasi Balázs, orvos, népegészségügyi szakember, orvos szakértő, estét kívánok, ugye mindig a Covidról beszélgetünk, szerintem már ötödszörre, hatodszorra, sokadszorra. Különben a szerkesztőségben már előre találgattuk, hogy milyen tárgyat fog behozni magával, szemléltető eszközt, mindig szokott hozni valami elég jól használható szemléltető eszközt, most semmit nem. Most bocsánatot kérek, szégyellem magam, de... nem jutott eszembe semmi. Igen, mert ugye a negyedik oltásról lenne most szó, de kiadtak egy szakértői nyilatkozatot, nem először teszik ezt, ugye? Igen. Mik voltak eddig a szakértői nyilatkozatok? Igen, tehát a... oltások megindulásakor volt egy oltások, a prioritásokról, hogy kiket kell, milyen sorrendbe kell oltani, aztán utána milyen intézkedéseket kell tenni, miért késik a kormányzat, és miért nem hozza meg az időben való intézkedéseket. A harmadik oltásról, hogy kinek milyen oltástípussal kell variálni, és melyik legyen az a harmadik oltás, amivel az előző kettő után érdemes folytatni, ott is milyen sorrendbe oltatni a lakosságot, és mik azok a prioritások, és most ez a negyedik ajánlásunk. Voltán a negyedik oltás, vagy a negyedik hullám elején volt a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban. Igen, köszönöm szépen. Volt egy, és ugye most itt van a negyedik oltás szükségessége, vagy nem szükségessége. Igen, azt mondják, hogy kellhet a negyedik oltás, de nem kell mindenkinek, meg nem feltétlenül kell mindenkinek. Most igen, először is azt mondanám, hogy azt veszem észre, hogy mind a lakosságnak szüksége van arra, hogy közérthető nyelven elmagyarázzuk neki azokat a tudományos dolgokat. Másrészt az orvosok közül is nagyon sok praktizáló orvosnak nincs arra ideje, hogy utána menjen alaposan a tudománynak, elolvassa cikkeket, saját konklúziót hozzon. Ezért mi csináltunk egy konszenzus az egészségért szakértői kört, aminek az az egésznek a lényege, hogy megpróbálunk utána menni ezeknek a dolgoknak, több szakemberrel konzultálni és összefoglalni közérthető nyelven ezeket a dolgokat, ami igazából azt gondolom, hogy egy minisztériális vagy egy vezetés feladata lenne. Mert ugye, bocsánat, hogy közbevágok, mert ugye eléggé, hogy mondjam, nem mondom azt, hogy ellentmondásos, de nem egységes a kommunikáció a negyedik oltás ügyében. Teljesen más mondott Orbán Viktor, mint amit mondott mondjuk Kásler miniszter úr. Tehát úgy tűnik, legalábbis a külső szemlélőnek, gondolom önnek is, mint újságíróként nekem is, vagy a nézőknek is, hogy nincsenek összehangolva a kommunikációk. Nincsenek össze, de mondjuk akkor a lényeget, mert a nézőket mondjuk az érdekli. Igazából negyedik oltásra nincs mindenkinek szüksége jelen helyzetben, jelen járványügyi szituációban, ezekben a hetekben. Arra annak van szüksége, aki immunszupresszált kezelést kap, tehát mondjuk transzplantált beteg, vagy aktív daganatos kezelést kap, és olyan terápiát kap, vagy immunhiányos beteg. Nekik feltétlenül ajánljuk azt, hogy beszéljék meg a saját kezelőorvosukkal, és igen, szükségük lehet. Másik lényeges nagy csoport Magyarországon ugye, annak ellenére, hogy a Sinopharm vakcinát az 60 év felett ugye nem tesztelték eredetileg a kínaiak. Ugye az egész világon, egyedül Magyarországon adták 60 alkalmazták, év felett. Alkalmaztuk 60 év fölött, és bebizonyosodott az, hogy nekik idősebb korban csökkent ilyen szempontból az immunválasz, csökkent a védekező képességük, ezért ők kaptak már egy harmadik oltást jó esetben, nekik lehet szükségük a harmadiknak, egy párjának, tehát nekik lehet szükségük egy negyedik oltásra. Az ő esetükben mindenképpen javaslom alapvetőleg is a harmadik oltást, ha még nem kapták meg, de esetleg szükség lehet egy negyedik oltásra is. És ezen felül azok az egészségügyi dolgozók, akik kifejezett rizikóval dolgoznak, esetleg idősebbek, ők is szintén 60 felettiek, és mondjuk Covid osztályon dolgoznak, egy fokozott vírusterhelésnek vannak kitéve, számukra lehet ez a három nagy csoport, akinek szüksége lehet. Tehát a szinofarmosok kortól függetlenül, vagy nem függetlenül? Hát itt is az idősebbek. 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 A harmadik tehát a fiatalabbak, akik két azt is mondjuk ki, hogy a harmadik oltásra, tehát Magyarországon 9 millió ember jogosult elvileg oltásra. Ebből 6 millió kapta meg a második oltást, és csak 3,5 millió kapta meg a harmadik oltását. Harmadik oltását mindenkinek ajánljuk, ebben az omikronos helyzetben egy felfutó járványban vagyunk még, január elején a fiatalok fertőződtek meg, ez most tolódik át a középkorosztály felé, és várhatólag tolódik tovább az idősebb korosztály felé. Ön azt mondta, hogy mindenkinek ajánlja, azoknak is ajánlja, akik két oltáson vannak túl, de túl vannak egy fertőzésen? Nagyon jó a kérdés. Igen, ez egy további tisztázandó feladat.
Ebben is azt javaslom, hogy a kormányzat szakmai konzultációt folytasson és foglaljon állást, hiszen ez nagyon sok embert érint. Rengeteget, ugye egyre igen, többet, ugye igen. Naponta, most már nem tudom pontosan, de 15-17 ezer megbetegedésről. Új ismert omikron fertőzött ismert, van, tehát, ugye ezen felül rengetegen vannak. Tehát ott az az ajánlás, hogy aki két oltás ellenére most megkapta az omikron fertőzést, vagy meg fogja kapni a következő, várhatólag a következő hetekben, ő neki hivatalosan beoltathatja harmadik oltással a gyógyulás után, ha egészséges bármikor magát, mégis az a rendelkezés, hogy 6 hónap ideje van erre, tehát jelentse be, ne felejtse be jelenteni az omikronos fertőzését. Kérdés, az elismertődik ez szépen igen. Kifejezve ugye az oltási igazolványok szintjén. Ezt akarom mondani. Ha ő lejelenti a házi orvosának, hogy pozitív, esetleg egy fényképet küld róla, a tesztjéről, bejelenti a házi orvosának, hogy pozitív, bekerül a központi járványügyi rendszerbe, igen, és az úgynevezett védettségi igazolványa az 6 hónapra meghosszabbítódik olyan szempontból, hogy elég hosszú. Szerencséseknek, mert nálam nem hosszabbodott meg, én két oltás után, amikor elkaptam a betegséget, akkor ugye folyamatosan nézegettem a telefonomon az oltás igazolványát, nekem nem ismerték el, hogy ezért kellett ugye a harmadik oltásba adnom. Tehát nem mindenkinek automatikusan ilyen is. Szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendszerhiba, vagy egy egyéni pek, a hivatalos dolog az az, hogy az omikron fertőzést be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, és ad egy 6 hónap laufot. Szerintem ez így helyes, nem kell feltétlenül az omikron után rohanni, beoltatni magam, ha nem vagyok egy különösen rizikó. Hát a harmadik oltással se, jó, hogyha az ember kivárja, vagy megvárja azt a minimum. Igen, de azt mondjuk el, azt azért mondjuk el, ha még nem vagyok beoltva a harmadik oltással, és most ott hezitálok rajta, akkor igenis oltassam be magam most, ne sokat variáljak ebben. Ahogy mondtam, az omikron nagyon erősen terjed, hatalmas számba fertőződnek meg az emberek, szerencsére a legtöbb esetben ez enyhe tünetekkel jár, ez jó, de a nagy eset szám alapján sokan várhatólag, különösen akik társbetegséggel rendelkeznek, fognak kórházba kerülni. Várunk ilyen szempontból egy kórházi esetszám növekedést, már egy enyhe növekedés van, intenzíves ágyak szempontjából egy relatíven jó a helyzet, de ott is várható pár hét múlva azért egy növekedés. Hogyha visszafele, tehát hogyha megfordítom a kérdést, akkor tulajdonképpen miért ne kapjon az ember negyedik oltást, hogyha nem ezekben a rizikócsoportokban tartozik? Jó, van valamilyen rizikója a negyedik oltásnak? Jó a kérdés, azt hiszem miniszterelnök úr mondta ilyen vidékűsül, hát nem fogom magam agyon. Igen, az ementális sajt. Valami ilyen, azt a példát, azt kicsit félreértettem, mert ementális sajtsztorit azt másra szoktuk alkalmazni, magyarázni, de a lényeg az, hogy ez erőforrás felhasználás és az egészségügy leterheltsége szempontjából is fontos. Az, hogy van egy egészségügyi ellátórendszerünk, amely szűkös kapacitásokkal rendelkezik, arra fordítsuk az energiáját, ahol legnagyobb haszon tudja hozni. Nem az a legnagyobb haszon, hogy ülnek szerencsétlen háziorvosok hétvégenként, vagy az oltóközpontban orvosok, és várják, hogy beessen valaki. Ezeket újra kell szervezni, az oltóközpontokat, sokkal jobban fókuszálni kell a kapacitásokat, és ez az egész magyar járványkezelésnek, ez az egész magyar járványkezelésnek az egyik hibája, hogy nem vagyunk képesek tanulni a saját hibáinkból. Hibázni mindenki hibázik, csak a lényeg az, hogy ebből tanuljunk. Tehát konkrétan és elődjünk. Nincs lehetséges rossz mellékhatása egy negyedik oltásnak, hanem azért, hogy az erőforrásokat jól tudja beosztani. Ez a primér ok, a másik ok, hogy ahogy beszéltünk az oltattakról, beszéljünk kicsit az oltatlanokról is. Az oltatlanok számára az, hogyha negyedik oltás, ötödik oltás, stb. Beszélünk, ez tovább veszít a hitéből abba, hogy az emberek beoltassák magukat. Világos. Nem lesz ez megoldás, nem is ezen dolgozik a tudomány, hogy ötödik, hatodik, hetedik oltás legyen, egy teljesen más megközelítésen dolgozik a tudomány. Szerencsések azok különben, akik most túl vannak az omikron fertőzésen, és alig voltak tüneteik?
Én alapvetőleg persze sokkal jobb, mint egy komolyt elkapni, azért azt mondom. Nem, az nyilvánvaló, hogy egy súlyos betegségnél jobb, hát ez nem is tettem volna fel, hanem jobb, mint egy oltás? Nem, én azt mondom, hogy az oltás az ilyen szempontból az a legjobb védelem. A kombinát, hogyha valaki átesett a fertőzésen és be van oltva, az nyújtja a legjobb, de azt is tudjuk, hogy maga az oltás kiszámíthatóbb védelmet nyújt, míg a fertőzés utáni az egyéni védelem, vagy a természetes immunitás nagyon változó ideig tart, és számíthatatlan. Közben a kollégáim figyelik, ugye Facebookon is megy, nem csak a TV adásban látható most ez a felvétel, a Facebookon is megy, és ott többen kérdezik öntől, hogy oké, az időseknek értjük, hogy akik Sinopharmot kaptak, azok és hogyha fölvették már a harmadik oltást, azok vegyék fel a negyedik oltást. A fiataloknak nem kell akkor? Tehát nekik oké, túl vannak két Sinopharmon. Ők harmadik az kell. Harmadik az kell. Negyedik? Nem azt mondjuk, hogy nem prioritás, és ezzel még azt is alátámasztanám, hogy mi ezt a közleményünket a hét elején adtuk ki, sok sajtó közölte, tehát utána nézhető, részletesen elolvasható, és a hét végén, most e hét végén a francia járványügyi stratégiai intézet is kiadott egy hasonló ajánlást. Gyakorlatilag szóró-szóra megegyeznek a gondolatok benne, tehát ilyen szempontból nem 20 magyar szakembernek a közös munkájáról van szó, hanem ilyen szempontból nemzetközi szinten is hasonlóképpen gondolkodunk. Lehet azt mondani, hogy megszeridült a vírus? Az Omikron mindenképpen azt mondhatjuk, hogy egy relatíven szerencsés mutáció. Remélem, hogy túl vagyunk a nehezén. Én igen, optimista vagyok, és azt is szoktam mondani, hogy bírjuk ki az elkövetkezendő másfél hónapot. Igenis, kell FFP2-es maszk, kell stb. Ezek a szokásos intézkedéseket. Rég a kormánynak ingyen kellene biztosítani a teszteket az embereknek. Nagyon sok tesztet kellene most kiszórni tényleg a lakosságnak, tajszámmal, patikába ingyen ezeket fel kéne tudni venni, és aztán utána remélhetőleg március második felére remélem, hogy túl leszünk rajta, nem talál a vírus már újabb a fertőzhető egyént, és lassan le fog csengeni. Hát vélhetően jön egy könnyebb tavaszunk, látjuk idáig, hogy a nyár szintén, és hát további becslésekben én nem merek bocsátkozni, nem vagyok virológus, aki már látja, hogy... Szerintem ezt most ők se tudják. Ezt ők se tudják még. De azt mondom, hogy ilyen szempontból, hogyha nyáron vagy nyár elején valaki szívesen mondjuk kávézna egy olasz pizzéria teraszán, akkor hajrá, vegye meg hozzá jegyét. Jó, köszönöm szépen, hogy itt volt. Szerintem fogunk mi még találkozni Covid témában is, de ha nem, akkor lesznek itt még egészségügyi témák. Úgy lenne a legjobb, hogyha Covid témában most legalább egy-két három hónapon keresztül. Azt hagyjuk inkább az egészség, ugye az egy olyan fontos terület, aminek a rendbe rakásával azt gondolom, hogy kell foglalkozni. Lesz még erről szó. Köszönöm szépen, hogy itt volt.